1946-ban Angliában alapították a Menza Egyesületet, amelybe az emberek 2%-ára jellemző legmagasabb intelligencia lehet bekerülni. Nálunk a Menza Hungarika kezeli a teszteket, a tagoknak van futballcsapatuk is, amely Menza fociban már zsinórban ötszörös világbajnok, Szabados sportközgazdász és Tomvári Gergely színházi rendező, díszlettervező mesélnek már is, hát a játék intelligenciáról mondjuk például. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Jó, Jó, reggae, de kezdjük ott, hogy ma Magyarországon a menzában hányan vannak összesen? Gondolom, hogy a létszám az Na, növekszik. folyamatosan. Gábora, de. Nagyjából ezer fölött van ezer most a létszám, ami egyébként egy rekordot jelent. Tehát ilyen magas nem, nem volt korábban. Ez Lehet relativizálni, hogy ez sok vagy kevés. Ez nyilván nagyon függ, ez nem csak feltétlenül attól függ, hogy egy országban a az intelligencia hányados az, az mennyire jellemző érték, hanem inkább az Egyesületnek az ismertségét. Hányan akarnak tesztet ki Igen, akti pontosan aktivitásától. Tehát az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában van a legtöbb menzatag arányosan, ami inkább arra utal, hogy a, a, az Egyesületnek a marketing tevékenysége ott a legerősebb, tehát ott jelentkeznek a legtöbben. Ezt azért is kérdeztem, mert hogy ha már ezer fölött van, akkor elég jó merítés akár egy futballcsapat hogy mondjam, jó karbantartására is, nem? Ó, hát ezzel ezer alatt se volt baj. Tehát az eredmények azok azért mutatják, hogy, 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 ezen a téren rendben vagyunk. Na most a két menzás egyébként messziről felismeri egymást, mint két fradista? Vannak más irányú szurkolók is, de tehát a, a messziről, hát hogy kell messziről felismerni egymást? Igazából mindig azt szoktuk erre mondani, hogy mert ez mindenki szokta kérdezni, hogy egyébként mi úgy, úgy hogy nézünk ki az életben, tehát, Te hogy, így. tehát Igen. igazából sehogy, Igen. Tehát, tehát most ha összeállunk egy csapatképre, és most akkor mondjuk megnéznénk, semmi extrát ja, vagy. Tök, tök normális nem embereket látsz egy ilyen csapatképen, nem tehát a, 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 nem akarom bántani, nagy az azért jellemző az informatikus túlsúly, nyilván Aha. ez az adottságok miatt egy kézenfekvő pályára. A foci csapatra nem igazán. A, az mindenféle társadalmi rétegből és szakmából verbúvál. Elég, 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 elég társaság. Uh, ismert sportember, volt élsportoló, élfocista tartozik közétek? Uh, Közénk nem. Én egyszer olvastam, a Frank Lampard az Nagy-Britanniában hasonló kvalitásokkal. Igen, erre én is emlékszem, de csekszik, ez egyébként érzékeny de... adat, tehát uh, mielőtt bármit mondunk, vigyázzunk, hogyha valaki nem akarja, hogy tudják róla, hogy menzás, akkor ezt így titokba tudja tartani. Na de várj, És akkor ki azt nem illik az, az ember erre bízke, nem? Nem tudom, hát bizonyos foglalkozásokban lehet, hogy ez hátrány. Most mm -hmm. nem olyan ja, értem, igen, hogy mit okoskodik tehát, itt ne itt az Isten, egy politikusról kiderülne, hogy az a vége lenne a pályájára. De azért azt, az mindenképpen ugye fontos tudni, hogy alapvetően mi azért vagyunk együtt, mert jól érezzük magunkat együtt. Egy ugyanolyan baráti társaság, mint bármely másik társaság, amelyik együtt futballozik és adott esetben tornákon együtt indul. Tehát nincsen ennek olyan propagandisztikus célja, vagy bármi, hogy hogy mi most egy kultúrfőlényt vagy szellemi fölényt akarnak bemutatni, nyilván nincs is rá okunk. Hát azt tehát... nem, de azért a magának, a menzának szerintem jó reklám vagyunk, tehát hmm. nyilván ebből kifolyólag egy kicsit ők szponzorálnak is minket, ha nagyon messzire kell utazni, akkor, akkor ebbe, ebbe beszáll a nagy egyesület. Hmm. Na most ez a futballcsapat tíz éve működik, igaz? Hogy, hogy jött létre, és me mekkora fluktuáció, uh, hogyan változik bővül, mennyire kell megküzdeni abba, hogy az ember bekerüljön a csapatba, vagy pedig hát, hogyha valaki már oszlopos tag, mint Frank Lampard volt sokáig a Chelsea-ben, onnan azért nehéz kirobbantani, Nem, bár az ő véle is bizonyítja. Féktelenül demokratikusak vagyunk, tehát nyilván, hogyha valaki a menzába bekerült, és akar jönni focizni, akkor jön és focizik és hogyha finanszírozza azt, hogy el kell menni ide-oda, akkor eljön a különböző versenyekre is, tehát a VB-kre, vagy bárhol, hogyha, hogyha foci van, tehát azért mondjuk tudás alapján nem szoktunk szűrni. Ez inkább a csapatösszeállításoknál kérdéses. Tehát mi elég sokan vagyunk a többi nemzethez képest, és főleg, ha közel van a VB, akkor rendszerint két, néha akár három csapattal is ott tudnánk lenni, uh -huh. és akkor ez mindig ilyen kínos kérdés, hogy most csináljunk egy jó erős csapatot, akkor mondjuk senkinek semmi esélye ellenünk, jellemzően, de akkor meg belül sértődések vannak. Hogy most miért mondom én azt a Gáborra, hogy béna vagy menj a fakóba. Uh, szóval ott, ott vannak nehézségek. Általában inkább azt szoktuk, hogy megpróbáljuk ilyen egyenlő módon. De volt elosztáni. már VB két magyar csapattal is, nem? Több-több ne, több, több izben. Ilyen... Tehát Prága is olyan volt, meg mm. Pozsony is olyan volt, hogy két csapattal mentünk. Aha, de mehetetek volna hárommal is? Hát mindkét <coughs> esetben ugye az történt, hogy az aranyos és az ezüstérem is <coughs> a magyar csapat élet. Tehát, tehát az első két helyen megzett a két uh, magyar csapat, de ahogy uh, a Ilyen, ezért, mondás, ezért elutazni. Uh, mi szeretünk, tehát azért jó ott leülni, egy sört meginni, főleg Prágába, tehát hogy nincs nincs ezzel baj. A Prágában ráadásul ez úgy volt, hogy a két magyar csapat között össze-vissza egy lőtt gól döntött el, hogy, hogy melyik lesz a, az első és melyik a második. De mondom, a végén igazából ez úgy néz ki, hogy akkor köszönettel elhozuk az első díjat és a és egy, egységesen kezeljük a csapatot. Tehát hogy az végképp inkorrekt lenne, hogy mi ilyen szomszédos fővárosba elmegyünk két-három csapattal, és akkor már dobogóra... Tehát arra rágjátok a dobogót. Az, az úgy nem lenne tisztességes. Van-e a csapatban olyan játékos vagy játékosok, akik egyébként ha nem is professzionálisan, de olyan fél profi módon játszanak bajnokságban, tehát fociznak egyébként. Ilyen megye ilyen egy MB3-a a, a legmagasabb szín. MB2, <kül> MB1, nem, nem, tehát, nem, nem. tehát a profi futballista még hát, nem illetve, volt a köre, Illetve öreg vagy lehet ez már nem is öreg fiúk, hanem szennél volt, nem Az inkább old tudom, boys, az szóval szóval, old neve. Vagy old, tehát, tehát ott az, az nem tudom, hogy hányad osztályban megy a rabóval. Hát, Old az első osztálya, de tehát lényeg az, hogy most mm. ha, ha, egy neves futbalistát nem tudnánk mondani, mert ilyenek nincsen közöttünk, és ez valóban, ez teljes egészében amatőr futball, tehát nyilván az az, van, ez, 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 nem is kérdés. És ahogy itt a, a, Gergő mondta már korábban, a skála, tehát a futballtudást illetően a skála, ez tényleg ez a megye, egy MB3 szint, ahonnan még esetleg egy-két játékosunk van, egészen a legaljáig, tehát tényleg a, a, a a hétvégi uh, hobbi uh, teljesen széles a skála minden uh, pontról Na, no, vannak játékosok. Miután itt azért lehet sok félreértést, meg teljesen téves közhelyet ezzel kapcsolatban, hogy valaki menzások, ú, milyen okosak vagytok, meg milyen művelt, szóval ez, 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 ne, ez, nem erről szól, meg szólhat erről is, de nem feltétlenül csak erről szól. Ezt azért kérdezem, mert hogy intelligencia, meg játékintelligencia, tehát hogyha ti egyébként játszatok, meg gondolom életetekben játszottatok olyan csapatban, ahol nem, nem ilyen srácok voltak csak, hanem sokféle, akkor ez a csapat, ami menzásokból áll, ez miben más? Nem tudom, én mindig azt mondom, a futball szerintem alapvetően észjáték. Hát azt az igaza van valószínűleg, és seves hogy, hogy váltól fölfelé játszak. Abszolút, abszolút. Tehát nyilván kell hozzá sok minden, de, de ha, ha fönt nincs semmi, akkor nagyon nehéz. Főleg nagy pályán, tehát ha belegondolunk, hogy 22 embert kéne elhelyezni fejbe, hogy ki merre jár, és akkor most hirtelen hova is kéne tenni a labdát, mindenképpen kell hozzá valami, valami szellemi. Nem tudom, én szoktam játszani a karcsiék a színész válogatottal, az hála Istennek jellemzően nagy pályás játék, mert arra a menzába sokkal kevesebb esély van, és nem érzem, hogy ilyen értelemben volna különbség. Tehát azért nyilván a, a játékhoz való intelligencia az meg lehet anélkül is, hogy valaki menzás volna. Talán nekünk egy kicsit, kicsit kifinomultabb. Aha. Aha, tehát akkor ez egy, ha arra azt kérdezem, hogy a Menza világbajnok csapata milyen stílusban focizik, akkor akkor azt lehet mondani, hogy egy ilyen nagyon fineszes, okos, nem annyira inkább a labda mozogjon, mint az ember típusú foci? Hát az, az inkább a labda mozogjon, mint az ember az egy vallásos alaptéma. A hát a, 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 a igen. <laughs> Illetve én azt szoktam, hogy labda nélkül nem futunk. Tehát <laughs> igen, ezt így azon, a azon a korom <laughs> már rég túl vagyok, hogy labda nélkül megúsztuk. <laughs> így is meg lehet <laughs> programozni. De igen, tehát mondjuk az tény, hogy hogy nem az a uh, brusztos rakkolós uh, futball jellemzi a csapatot, uh, amit mondjuk. Tehát itt, itt a, tényleg, tényleg olyan különböző egyéni jellemzió. tudásszintek vannak, hogy uh, inkább azt mondom, mindenki azt adja hozzá, amit tud, én például baromi keveset, de de azt meg a többiek tudják, hogy a másik mit tud, és innentől lehet ebből csapatot csinálni. És mi az oka annak, hogy ennyire egyedülalkodó, ennyire a nemzetközi menzamezőny, hát ilyen utolérhetetlen brazíliai vagytok? A fennet, Ez egy nagyon jó kérdés, erre mi is egyébként volt már, hogy így kerestük a választ, hogy miért van az, hogy bárhova megyünk, így a menz a világban mindig nyerünk. Valószínűleg nagyon sokat számít az, hogy amit te is mondtál, hogy a merítési lehetőség, hogy nálunk tényleg aktívak az emberek. Ugye itt az előbb említettem, hogy az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában van a legtöbb menzatag. azt gondolnánk, hogy Nagy-Britannia tényleg... Tízezres nagyságban vannak menzatagok, az ottani futballkultúrával, ők biztos, hogy ki, ki tudnának állítani egy olyan válogatottat, ami, ami tényező ezeken a vébiken, soha még el sem jöttek egyetlen rendezvényre sem, valahogy ott biztos, a, a biztos, tagság biztos. ilyen értelemben van. Akkor ennyire még rejtegetik magukat. Az Igen. is lehet, hogy kivárnak. De nem, tehát biztos, hogy kell ehhez egy-két-három ember, aki aki ezt elkezdi csinálni, és akkor csapódnak hozzá. Tehát, ha senki nem csinálja, akkor nyilván hiába van olyan ember, aki amúgy futballozik. Meg, hát mégiscsak futball nemzet vagyok. Vagy hát, na igen, igen. igen de a legalapvetőbb indokot azt, azzal kellett volna kezdeni, hogy ennyire, ennyire jók a magyarok a futballban. Igen. Hát legalábbis most már a sok gond mellett a menzások még tartják ezt a fajta hmm. tradíciót, hogy a legjobbnak kell lenni. Igen, igen de én azért tehát nem akarom elmondani, a mások is, tehát nekünk elég sok ilyen dilettáns válogatottunk van, ugye színész, orvos, hajléktalan, ügyvéd, igen. Ügyvéd, és nem tudom, jók lenni, borász jól, én például, ott. egyszerűen össze kéne jönni a borászokkal, milyen jó kis foci lenne az. Sokat játszatok, egyébként sokat hívnak benneteket ilyen típusú külső tornákra, amikor nem, menzások, meg, nem menz, menzatora, meg, meg, meg egymás közötti foci, hanem nem elő, ilyen olyan bemutató, hogy ez fordul, de, de akkor reklámozzuk kicsit magunkat, szívesen megyünk. Tehát, <gül> <gül> hogyha van, van megkeresés, nagyon szívesen megyünk. Egy sok intelligens embert tartalmazó csapatban van ez zongoracipelő? cipelő? Persze. Persze. Bú, muszáj nyilván, meg hogy. Meg Primadonna, meg minden. E, tehát, a, 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 ezek a kategóriák ugyanúgy megvannak, viszont a, a viták esetleg jóval hevesebbek tudnak lenni meccs előtt és meccs után, hogy akkor pontosan ki milyen. hogy Gergő is utalt már arra, hogy csapatösszállításnál azért tudnak lenni E hát ott, de a pályán kevesebb. De van-e ilyen értem akinek a szava számít végül, hogy akkor punktunk, -e. így néz ki a kezdő, és így néz ki a cserem. Nyilván ezt meg komoly, komoly meccsre mindig, mindig jelölünk egy embert, és aztán akkor ez annyira nem tetszik, hogy utána fölforgatjuk az egészet. Vagy ő maga forgatja, tehát ilyen is volt, hogy elmentünk valahova, és a csapatkapitányunk, edzőnk az aznap reggel azt mondta, hogy akkor a két csapat áll föl, és egyébként végül igaza lett. Tehát, hogy ezt az a helyzet, kell. hogy ez az a csapat, amelyik a, a legtöbb VB címmel rendelkező olyan gárda, amelyik a legtöbb edzőt fogyasztja el közben. Nem, azért, tehát hogyha két VB között tettek egy vagy két év, akkor addigra úgy megbékélünk. Meg megvan az a két-három ember, akivel, akivel egyáltalán érdemes fölvenni a, a, a fonalat. Csak azért ebből, ahogy minden rendes társaságban tud lenni sértődés. A végére értünk, azt mondjátok még meg, hogy mikor van a következő unalmas világbajnokság, amit hát nem tudom, hát ugye meg kell nyerni, vagy hát oda kell menni, hogy megnyerni. Hát ennek a jövő nyáron kell lennie, és ha nem tévedek, akkor Berlinben, és akkor ez valószínűleg meg is lesz, mert a németek ilyen szempontból nagyon megbízhatóak, ők nagyon régóta szeretnének minket megverni. Még nem sikerült nekik. És ez, ez nagyon régóta nem sikerülnek, és ez kellőképp frusztrálja őket ahhoz, hogy, hogy valószínűleg össze fogják hozni. Meg ott van futball élet, tehát hogy most nem akarom őket itten Kézni, ők, ők viszonylag rendesen összejönnek és, és játszanak. Uraim, akkor további újabb két zsák aranyat még. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. köszönjük szépen.